Reggeli füstjelek. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ma Dávidnak egy zsoltárából, a 39. zsoltárból szeretnék útravalót felolvasni. Jelensd meg, Uram, az én végemet, és napjaim mértékét mennyi az. Hadd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok. Ímé tenyérnyévé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden álnokságomból. Nagyon különleges kérés Dávid ajkáról, amit felolvastunk. Jelensd meg, Uram, az én végemet, és napjaim mértékét mennyi az, hadd tudjam, milyen mulandó vagyok. Engem nagyon mélyen elgondolkoztatott ez a kérés, hogy vajon miért is kérte ez Dávid Istentől? Olyan jó dolog, hogyha az ember szembesül azzal, hogy mulandó, hogy az ő élete olyan, hogy tenyérnyivé tette a napjait? Úgy gondolom, hogy talán azok, akik idősek a hallgatók közül, gyakrabban gondolkoznak ilyen kérdéseken, hogy vajon, amikor mi már nem leszünk, akkor amit mi az életünkben megnyertünk, amiért szolgalmatoskodunk, amiket összegyűjtöttünk, azokat vajon kitakarítja be. De úgy gondolom, hogy nem csak idős embereket érinthet ez a gondolat, hisz nem tudjuk azt, hogy Dávid mikor kérte ezt Istentől. Hanem bármelyikünkkel előfordulhat, hogy ilyen gondolatok fordulnak meg bennünk, amit itt Dávid megfogalmaz, bizony merő hiába valóság minden ember akárhogyan áll is. Előfordulhat velünk, hogy úgy érezzük, hogy az egész életünk hiába való, esetleg olyan monoton munkát végzünk, hogy úgy gondoljuk, hogy úgy fölmerül bennünk, hogy egyáltalán van-e értelme ennek a dolognak, vagy olyan életszakaszban járunk, amikor sorozatos kudarcok élnek bennünket, vagy nehéz körülmények között vagyunk, és nem tudtunk azokban igazán jól megállni. Olyan nagyon megrázó, amikor szembesülünk azzal, hogy mi hiába valóak lennénk ember voltunkban, akárhogyan is állunk. De figyeljük meg, hogy milyen végeredményre jut Dávid, amikor ezt a különleges kérést terjeszti Istené, hogy Uram, jelensd meg az én végemet, napjaim mértékét, hogy mennyi az, hadd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok, mert milyen hozadéka lehet annak, hogyha ilyen gondolatokkal foglalkozik az ember. Vagyis komolyan veszi azt, hogy az élet mulandó, egyszer csak végére az emberi élet, és arra is rá kell döbbenjen, hogy gyűjthet rakásra, de tulajdonképpen mindent, amit ezen a földön gyűjt, azt itt fogja hagyni, és majd mások fogják azt élvezni. De mi az, ami a reménységet adja a zsoltár szerzőnek? Hiszen azt olvassuk itt a 8. versben, hogy maga Dávid is fölteszi a kérdést, amikor szembesül a mulandóságával. Most azért mit reméljek, Uram? Azt mondja, te benned van a bizodalmam, ments ki engem minden álnokságomból. Számomra azért volt útmutatás ennek a zsoltárnak a kijelentése, hogy pontosan akkor, amikor átérezzük azt, hogy mennyi hiába valóság van az emberi életünkben, és szembesülünk a mulandóságunkkal, hogy egyszer végére ér az életünk, és mindaz, amit gyűjtöttünk, itt marad, esetleg fölmerül bennünk, hogy ki hogyan fogja azt hasznosítani, akkor mennyire fontos megnyugodnunk abban, hogy de Istenben legyen bizodalmunk, hogy bármilyen is jelenleg a mi életünk, bármilyen körülményeket is enged meg az életünkben,
annak a célja egy nagyon fontos dolog lehet. Szeretne kimenteni bennünket a mi álnokságainkból. Én kívánom azt, hogy valahogy megértsük ennek a kicsit nehezebben éltető Zsoltának ezt a nagyon fontos mondani valóját, hogy mennyire fontos, hogy egy nagyon biztos talajon álljunk, vagy legyen az életünknek egy biztos kapaszkodója. Akkor is, amikor ilyen gondolatok merülnek föl bennünk, mint ami a Zsoltár szerzőben is fölmerült, hogy merül hiába valóság minden ember akkor akárhogyan is áll, hogy akkor Istenben legyen bizodalmunk, és hogy figyeljünk arra, hogy vajon hogyan akar bennünket Isten megszabadítani az álnokságainktól, a mi rossz szokásainktól, bűneinktől, és segítsen meg bennünket abban, hogy olyan dolgokat gyűjtsünk az életben, olyan örökségeket, olyan lelki örökségeket hagyjunk az utánunk következő generációnak, hogy a mi emlékünket, és amit gyűjtöttünk, amit tettünk az életünkben, azt ők örökségként tudják a saját életükre nézve hasznosítani, példaadásként az életünkben. Segítsen meg bennünket, Isten, ebben a lelki magatartásban, amire Dávid is eljutott, amit a végén olvashattunk. Te benned van bizodalmam, és a legfőbb kérésem, Uram, ments ki engem az én álnokságaimból. Adja, Isten, hogy mi is tudjunk benne bízni, és tudjuk kérni Istentől ezt a legnagyobb cselekedetét az életünkben.